Benyújtom a lemondásomat. Már a választások éjszakáján bejelentette a jobbik elnöke, hogy vállalja a politikai felelősséget azért, hogy nem kerültek a kormányra. Lemondott minden párt tisztségéről és parlamenti mandátumáról is, nem indult a tisztúító kongresszuson sem. Három hónap elteltével sem bánta meg, hogy a néppártosodás mellett döntöttek, és szerint a jövőben szövetségeseket kell szerezni, például az LMP-t. Én azt gondolom, hogy a jobbiknak a néppárti úton kell maradnia, és úgy tűnik hála Istennek, hogy ezen az úton is maradt. De a szövetségi politikáját lehet, hogy érdemes újra gondolni, és az LMP-vel én úgy látom, hogy egy szorosabb együttműködés az képes volna a magyar társadalomnak egy, egy, egy 21. századi alternatívát felmutatni. Egy, itt nem valamiféle pártegyesülésről vagy fúzióról beszélek, hanem a két pártnak egy, egy egyeztetett, konstruktív együttműködéséről. Azt azonban szégyeli, hogy azt a pénzt, amit a párt szimpatizánsai ajánlottak fel, az állami számvevőszéki bírság törlesztése helyett a kampányra költötték. Ez valóban egy, azt gondolom, hogy az én szempontomból is egy egy, 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 vállalhatatlan hiba volt. Ugyanis én magam is ígéretet tettem arra, hogy ezt a pénzt, amit összegyűjtöttünk, vagy az átbírság bejelentése utáni hetekben ezt erre fogjuk forgatni. Mondom, számomra is meglepetés volt a választások után. Én is akkor tudtam meg ezt, hiszen én a pénzügyekkel nem foglalkoztam, hogy én komolyan, jártam hogy az országot. Nem tudott arra, hogy 100 millió forintot másra költenek, mint amire szánták? hát ugye itt a kampányban azért, amikor megjött az állami támogatás a kampány, azért nagyon komoly pénzek voltak, és én nem, arra egy választási kampányban egy elnöknek, vagy egy miniszterelnök jelöltnek, hogy a napi büdzsét elemezze, és hogy melyik számla, hogyan és miként kerül kifizetésre, erre nincs idő, meg lehetőséget. Hát nagy baj lett volna, hogy én ezzel vagyok elfoglalva. Van a Gábor szerint a pénzt nem ellopták, csak másra használták fel. A Jobbik vezetőinek tiszta a keze. Az is kimondható, hogy a Jobbik vezetőinek biztosan nem tapadt pénz a kezéhez. Azt, azt, azt hiszem, hogy igen. Tehát a Jobbik, azt hiszi, vagy állítja? Hát mindenkinek a, a, a nevében nem szeretnék nyilatkozni, de, de én azt gondolom, hogy elnökként a Jobbik elnöksége, a Jobbik vezetősége tisztán és becsülettel kezelte a pénzeket, még hogyha becsúszott egy ilyen sajnálatos ö, gazdálkodási hiba. Az állatvilágban nagyon kevés helyen találunk demokráciát. A volt elnök azt mondja vloggerként, Tehát vagyis videobloggerként folytatja. Pártpolitikával nem, inkább közéleti témákkal akar foglalkozni mintha a világ abban az irányba menne, hogy, hogy, hogy már a, a, a társadalmi hatást nem biztos, hogy politikusok keltik igazán, vagy befolyásolják igazán, hanem sokkal inkább véleményvezérek, influencerek, ahogy mondani szokták, vloggerek. Úgyhogy én bízom abban, hogy nem távolodom a korongtól, hanem a koronkhoz közeledek a társadalmi hangulat, vagy a társadalmi vélekedés befolyásolása tekintetében. Nem beszélve arról, hogy van egy NER Magyarországon, a Nemzeti Együttműködés Rendszere, melyikben meg a pártpolitika és a politik, klasszikus politizálás eszközei amúgy is végletesen beszűkültek. Fona Gábor nem állítja, hogy soha nem tér vissza a pártpolitikába, de azt mondja, két év múlva sem indul a jobbik következő tisztújításán, közügyekkel foglalkozó, civil akar maradni. A